Sziasztok, ez itt a Painkiller negyedik epizódjának vége. Trauma nehézségen ez az egész játék fináléja, itt ér minden véget. Viszont egyéb nehézségeken máshogy fognak alakulni a dolgok, és meg is mutatom, hogy hogy. Ugyanis felvételen kívül újra belekezdtem a játékba, és sikerült rémálom fokozaton is elérnem a toronyig. És úgy fogom felépíteni ezt a videót, hogy először is kiviszem ezt a főbosst Nightmare fokozaton, és bemutatom, hogy igazából az összes többi nehézséggel hogy halad tovább a játék. És aztán újra kiviszem Elestort, mert így hívják az utolsó generálist. Elestort újra kiviszem trauma fokozaton, és az iszonyat nehéz lesz. Mert most Nightmare-re én megmutatom majd, hogy kell nagyon könnyen legyőzni. És trauma fokozaton, ami ugye alapból a legnehezebb, ott megpróbálom kártyák nélkül legyőzni, ami iszonyatos lesz. Na de, melyik a legjobb kártya kombináció Elestor ellen? 150 életerőt kérek, illetve megbocsátás kártyát kérek. Ami ugye azt jelenti, hogy ezeket az aranykártyákat kétszer is tudom használni. Kétszer gyorsabb újratöltés, négyszer nagyobb sebzés, és szerintem az idő lassítás helyett a sebezhetetlenséget válasszátok. Ez nagyon fontos lesz Elestor ellen, mert iszonyat unfair tud lenni ez a boss. Most nem fogjátok nagyon meglátni, de majd traumád. Na mindegy, majd amikor elérek a trauma fokozatra, majd akkor aggódok miatta. Nightmare fokozaton így, hogy rengeteg kártyám van. Olyan kártyám is, amit egyébként traumán nem szerezhetek meg, mint a megbocsátás, így viszonylag egyszerű kéne, hogy legyen ez a boss. És valamiért itt van a fegyver, az egyik új fegyver a játék kiegészítőjéből, amit az alapjáték során meg se tudnánk szerezni, és nem tudom, hogy most miért volt nálam. De gyorsan szedjük is itt össze a minigun lőszereket, és itt van a Elestor. Száldogál össze-vissza. Egyelőre csak kétfajta támadása van. Vagy ez a száldogálás, vagy az, hogy na jó, hogy mutassam meg az utolsó támadását, bár látjátok, hogy az életereje már szinte teljesen lemed. A másik támadása az az, hogy felbukkan így a torony mögül és megpróbál tüzet fújni ránk. Hát most sajnos nem akart úgy támadni. És meteorok is esnek, csak hogy ne legyen túl egyszerű dolgunk. És most kezdődik el az igazi harc. Elestor neki zuhant a tetőnek, és kezdjük lerombolni az egész tornyot. Itt van még egy páncél, ott lesz plusz élet is. De nem próbálom meg egyelőre felszedni. Na, Elestor az egy eléggé furcsa boss. Az a lényeg, hogy tőle ne próbáljatok meg elszaladni, hanem inkább kövessétek őt. Mert hogyha messze van tőletek és úgy fordul felétek, akkor eléggé nehezen kikerülhető támadásokat fog bevetni. Egyrészt tüzet tud fújni és ránk is tud ugrani. A törmelék az nagyon megnehezíti egyébként a harcot. Na, ez egy támadása. Szerencsére eléggé messze voltunk. Ez pedig egy másik támadása. És miután fölveszem az élesztőt, legyőzöm, és továbbra is zuhanunk egyre mélyebbre és mélyebbre. De szerencsére, mivel most aktiváltam a kártyáimat, ezért attól sem sebződök, hogyha lezuhadok.
És látjátok, hogy milyen iszonyat gyorsan leveszem Elestor életét, hogyha megvannak a kártyáim. Na és most már elértük a földszintet. És meglepő módon ez az utolsó alakja Elestornak a legegyszerűbb. Ugyanis itt már sokkal több területünk van. Jobban tudunk kerülgetni. Illetve a törmelék is eltűnt már innen. Jó, az aréna közepén még ott van, de van itt egy új területünk, ahova Elestor egész nehezen tud eljutni, és törmelék se eshet ide. Bár valahogy ide került. Nem is tudom, hogy hogy. Jaj, nem készültem fel rá. Most. Látjátok egyébként a mechanikát, az a lényeg, hogy amint lemegy az élete, újra tudja éleszteni magát ezekkel a szobrokkal, amiket csak akkor lehet sebezni, amikor éppen éleszti magát Elestor. A meteorok továbbra is esnek, és ezért ajánlom nektek, hogy tényleg maradjatok ezen a részen. Na de most már az utolsó szobrokat is elpusztítottuk. Szóval ennyi volt Elestor Nightmare fokozaton kártyák használatával. Szóval nem próbáltam meg nagyon speedrunolni, főleg az elején. De még így is megvan a kártya feloldás, hogy 5 percen belül győzzem le. Azonban ugye nem vagyunk túl még a nehezén, mert ez Nightmare fokozat volt. Egyszer újra fogom még vinni Traumán, ami 4 perctől fél óráig is akár tarthat. Attól függ, hogy mennyire megy jól. Most nézzük meg, hogy Daydream, Insomnia és Nightmare fokozaton hogy folytatódna tovább a játék, és aztán újra jelentkezek. Ó, igen, és a tripla lassítást kapjuk meg, ami elég poén. 8-szor lassabban fog mozogni körülöttünk a világ. Na, ezt majd ne felejtsem el kipróbálni, mert elég jól néz ki ez az effekt. Na de mi történik most? Is that Elestor? It was. When did he get here? And how did you manage this? Wait, where's Lucifer? Daniel, you just killed Elestor. Lucifer won't be far behind. Let's go! Wait. Whoa, it's me! It's Asmodeus! We got a problem. We think Lucifer is on his way. Why do you think that? He just killed Elestor. What? Asmodeus, why are you here? Have more armies moved? Well done, Daniel. Well done. I knew you were powerful. I knew you were strong. But I never expected this. Been such a valuable asset in this war. You don't think it's over now, do you? You're not hiding in this world, are you? No, not exactly. What are you doing here then? I dig graves. Elestor did not do what he was told. Apparently,
I was right. I told him many times it was way too early to start the final war. Regardless, if I can't have heaven, I'll take something else. This should tide me over for now. It's been a while. He's taken her back to hell. What? We knew they were using the graves to enter this world, but we didn't think Lucifer himself was involved. In any event, you're just lucky he didn't take you. I'm going after him. No, you're not. You've passed your test. Let's go. I said I'm going after them! This isn't over yet. I'm not finished. You have no idea what it's like down there. You've never seen anything like it. And once you're down there, you can't leave. You'll never come back again. Catherine is waiting for you. Let's go. Tell Catherine not to wait. I'm not coming. I don't think you understand. It's... Oh, that's rich. I don't understand. No, you don't understand, Samael. I don't care about this anymore. I should have been sent there in the first place, but instead, you left me to fight for my survival in this place. I didn't deserve this. You and him both know it. Lucifer isn't finished yet. When he regroups, he'll be back to attack again. What then? Are you gonna send me back here to deal with it again? This isn't over, Samael. It isn't even close. I'm gonna stop this. I'm gonna stop this once and for all. Now, show me where the gates of hell are. Have you been affected that much by the souls you've absorbed? So be it. You've chosen your destiny. Here. You'll have to battle your way in. And once you enter, you won't be able to leave. The gates are heavily guarded from the inside to keep those damned to hell. In hell. Hey, don't worry about me. Na hát, történt egy és más. Asmodeusról kiderült, hogy igazából végig ő volt Lucifer, milyen meglepő, pedig a neve alapján nagyon megbízható volt. És ezek után Lucifer magával vitte Évát, és Dániel eléggé dühös Samaelre is, aki most itt megjelent neki, hogy emlékszel, hogy az volt a megállapodásunk, hogy 4 generálist legyőzöl, amit Dániel meg is tett. Szóval Samael már föl is segített volna minket a mennyországba, elkísért volna minket. De aztán Dániel megmagyarázza neki, hogy ő inkább most így a pokolba le akar menni, hogy Lucifert örökre legyőzze. És Samael szerint ennek az az oka, hogy ugye lelkeket gyűjtött, és a trauma fokozatot leszámítva minden más nehézségen az alapellenfelek is ugye dobnak lelkeket, azokat lehet fölszedegetni, életet adnak, és démonná tudunk alakulni. És hát Samael szerint ezért lett ilyen agresszív Dániel, és ezért akar tovább harcolni, mert lelkeket gyűjtögetett. És ez lesz majd a legutolsó epizódunk, ahol Dániel meglátogatja a poklot. Viszont nézzük meg, hogy trauma fokozaton hogy ér véget ez az epizód. Mert ugye azt írta a játék, hogy elvileg a trauma a painkiller igazi története. Na hát most ugye nincsen egyetlen egy kártyám sem, mert az előző pálya az erdő végén így mentette le a játék a haladást. És tudjátok mit? Mindenfajta kártya nélkül megpróbálom ezt a boss harcot, még 150 életerőt sem akarok. Mert így iszonyat nehéz, iszonyat unfair ez a harc. És hogyha sikerül kivinnem, akkor az brilliáns érzés lenne.
És kérdezhetitek, hogy sebezhetetlenség nélkül vajon hogy lehet ezt kivinni, hogyha olyan nagyokat esünk minden szint után. Na majd meglátjátok. Nagyon gyorsan fölveszem a páncélt. Jól leszettem az életét gyorsan. Még megpróbálok minél több minigál lőszert szedni. Aztán pedig... most nem sikerült. Az a lényeg, hogy amikor egy szintet lentebb esünk, akkor próbáljatok meg az ilyen romos oszlopok valamelyikének a tetejére ugrani. Viszont az a probléma, hogy sosem látjátok, hogy hol vannak ezek az oszlopok. Nincsen indikátor a felsőbb szinteken, hogy ezek hol helyezkednek el, szóval... Szóval nem túl egyszerű ez. Na. Szóval igen, ez az első alak traumafokozaton is nagyon gyorsan letudható. Valahol itt kéne ugrálni. És nem, most sem ment. De hogyha nem sebződök és megszerzem a... Most miért állt le egy pillanatra? Nem értem. Továbbra is azt kéne csinálnunk, hogy követjük, és amikor megfordul egy irányba, akkor az ellenkező irányban megkerüljük. Szóval most jobbra fordul, jövünk balra tőle. És... megpróbálok tényleg a közelében maradni, hogy ne használja se a... tűzköpéseit, se a... az ugrását. A lényeg, hogy... hogy ne sebződjünk! No, Elestor, gyalogoljál csak oda az élesztő felé. Jó, még egy lövés és vége ennek a fázisnak. Iszonyat idegesítő ez a sok törmelék. De... talán most már kezdünk haladni a másik oldal felé. Gyerünk, ne arra fordulj! Jó, most már meg lesz. Ott van rajta a törmelék, de megvan, és... levittem az életét. Oké, most hol lesznek az oszlopok? Ott! Jó, túl sokat nem sebződtem, és megvannak a rakéták is. Remek, ezen a szinten mást már nem is igazán látok. Kifogytam Sotiból, akkor egy kicsit szövekeljünk. Elestor gyorsan járkál mindenfelé, szóval nem fog az összes szöveg találni, azt tuti. Tudjátok, hogy minek nem örülnék? Egyrészt adnak, hogyha tüzet okád, másrészt adnak, hogyha egy random ilyen meteor rámesik. Na, az elég csúnya lehet. Mert értitek, nem elég unfair, hogy gyerünk gyorsan ide... ide eshetünk, és akkor kisebb lesz a fall damage, és... aztán erre, és erre, és... atyavilág! Na szóval látjátok, még hogyha a fall damage-et, az esési sebződést egy kicsit visszafogjátok azzal, hogy tudjátok, hogy pont hova kell esni. Na még így is, majdnem az összes életeteket elvesztitek, szóval... traumafokozaton, kártyák nélkül... ez egy borzasztó sportszerűtlen küzdelem. De 68 életem van, szóval van esélyem arra, hogy most sikerüljön. Ha most elhibázom, az már csak és kizárólag az én hibám lesz. Ott még van egy kis élesztő, azt mindenképpen felszedem. Véletlenül, egész véletlenül nem volt itt... atyavilág, nem volt itt valami páncél. Annak is örülnék. 9 élet! Jaj! Jaj, de rossz ez. Nagyon tartózkodjunk a tüzétől, és hogyha ilyen helyen vagyunk egyébként, akkor...
így belekapaszkodik ezekbe az oszlopokba, és minden irányban tüzet kezd el köpködni, ami nem lenne túl jó. Ott egy páncél. Kérem a páncélt. Nem itt volt? De igen. Nagyon szuper. Most már úgy körülbelül ezzel 50-et sebződhettek. Jó, tudja, hogy fogy az élete. Szedjük szét azokat a szobrokat. És meneküljünk innen most, hogy újra felé lett. Igen, egyébként a falakon át is tud tüzet fújni, ami továbbra is rendkívül sportszerű. És egyáltalán nem Mari néni mozdulata részéről. Hogy állunk egyébként időben. Na hát ez most már nem lesz meg, ami nem érdekel, mert egyszer már megmutattam, hogy hogy kell gyorsan kivinni. Most csak a kihívás miatt szenvedek itt nektek. Ilyen messzeségből sajnos nem használtam minigun. De lassan meg lesz. Várjunk csak. Át kéne kerülnöm a túloldalra. Már csak azért, hogy jobban ki tudjam szedni a szobrot. Jó, meg vagyunk. És le tudtam szedni az életét. Szuper! Na ennyi lett volna Alastor traumán. 6 perc. Nem kevés, nem kevés. De a lényeg, hogy... hogy meg lehet csinálni. És elsőre ment, ami engem iszonyat meglepett, mert én sose tudtam ezt a boss legyőzni kártyák nélkül annó. De az a lényeg, hogy annak ellenére, hogy ez egy sportszerűtlen boss, nekem nagyon tetszik a harc, ahogy így konkrétan végig pusztítjátok magatokat a tornyod, a tetejéig kezditek, és aztán ahogy harcoltok, így leoblik körülöttetek az egész torony. Rendkívül grandiózusnak mondható. Az utolsó részen szerintem elég egyszerű kitalálni, hogy a szobrokat kell sebezni, bár az már nem egyértelmű, hogy csak akkor lehet őket sebezni, amikor Alastor éppen éleszti magát. Na de a lényeg, hogy szerintem ez egy nagyon megosztó boss lesz. Én be tudom vallani, hogy annak ellenére tetszik, hogy egyébként rendkívül unfair tud lenni. Na de ennyi is lett volna, és nézzük meg, hogy traumán mi a végkifejlet.
És ez lett volna a jó befejezés. Amennyiben menetel. A gamma egy kicsit talán túlságosan is föl volt véve. Ami miatt eléggé nehéz volt követni most, hogy mi történik. Hát most újra venni ezt nem fogom, csak emiatt inkább elmagyarázom, hogy Danielnek és Catherine-nek is csak a... hogy is mondják ezt... fény sziluettjét láthattuk. Daniel a mennybe menetele közben ledobta a sotiát, miközben visszaemlékezett a legepikusabb boss harcaira a négy démoni generális ellen. És végül megtalálta Catherine-t. Ezt nem tudom, hogy említettem-e, de a Tinkler eredeti verziójában, te jó ég iszonyat hangos ez a zene. Ez az, amit egyébként említettem már. A játék előzetese is ezt használta. A Mac-től a Tinkler. Ez a zene címe. Na de, szóval eredetileg ezt a befejezést nem szerezhette meg senki, csak akkor miután kivitte a játékot valami alacsonyabb fokozaton. Most viszont a Black Editionben már elsőre is lehet vinni ezt a trauma módot. Ami azt jelenti, hogy ha valaki elsőre ezt a befejezést szerzi meg, akkor annak ez eléggé, úgymond hirtelen fog jönni. Elég sok történetszál befejezetlenül marad így például, nem tudjuk meg, hogy pontosan mik történtek. Mármint, hogy mi van itt Évával, meg Asmodeusszal, Samael-lel. Ezért értem, hogy valaki kritizálhatja ezt a befejezést, de hogyha az eredeti koncepció szerint szerzitek meg, akkor szerintem ez egy jó befejezés. Nekem legalábbis tetszik. Az a baj, hogy tényleg nem igazán látni, hogy mi történik, hogyha a gamma ennyire fel van véve. Ez most nekem se tetszett így emiatt. De hogyha valakinek közületek nem jön be ez a befejezés, akkor nyugi, megszerzem majd a másikat is Nightmare fokozaton. És hát lehet, hogy valakinek az jobban be fog jönni. Megírja egyébként emiatt trauma fokozaton vinni a játékot, hát aki kihívást akar, annak igen. De... csak ezért az egy-két bónusz dologért, mint például az erdőpálya, vagy ez a befejezés, gondolom a legtöbben nem akarnák a játékot a legnehezebb fokozaton vinni. Ez érthető. Na, jókorán véget ért a zene. Remélem egyébként hallottátok, amit itt beszéltem, mert tényleg nekem iszonyat hangos volt ez. ABC sorrendben. Ó, már I-nél kezdünk. Várjunk, csak I-nél kezdünk, és aztán jön az O. ABC sorrend. Szerintem ez nem így működik. Ó, lehet, hogy a... azt hittem, hogy a keresztneveik alapján nézik, de nem. Egyébként itt közben láttam, hogy a készítők így a családjaiknak köszönetet mondanak meg minden. Mindig tetszik, amikor egy ilyet beraknak a stáblistába. Na de, most így többet nem is nagyon akarok mondani. A játékot nem szeretném összegezni, mert ugye most már a második legnehezebb fokozaton, a Nightmare-en folytatni fogjuk, és úgy még egy epizódunk lesz hátra. És majd azután mondom el a véleményemet. Játék készítés alatt néhány démonunkat sérülés érte.
Na, még ilyen néhány easter egg van itt. Na, remélem, hogy tetszett ez a trauma. Én iszonyat örülök, hogy végre sikerült Elestor kártyák nélkül. Így poén volt. De amikor így lementem 10 HP alá, vagy nem tudom, 18-9 volt. Fú, hát a szívem majd kiugrott a melkasomból, hogy ne mondjam. Izgalmas volt. Na de, a következő részben folytatni fogjuk ezzel a csodálatos pályával, ami nem más, mint a város a vizen. Ez szerintem sokak kedvenc pályája. Na de, addig is, sziasztok!